Sziasztok, Szalai Nóri vagyok, és hoztam nektek egy mini 5 perc angol leckét, amelyből megtanuljuk a legfontosabb szobák és helyiségek nevét angolul. Vágjunk is bele! Kitchen. Kitchen. Szerintem mindenki tudja, hogy ez a szó azt jelenti, hogy konyha. Angliában és számos más országban ez a helység szokott a családi élet központja lenni, és az étkezőasztal mellett nagyon sokszor egy dívány és egy tévé is található itt. Bathroom. Bathroom, fürdőszoba. Angliában a modern lakásokban manapság előfordul, hogy a mellékhelyiség és a fürdőszoba egy légtéren belül van, azonban a legtöbb helyen ez két külön helyiségben található. Olaszországgal ellentétben, ahol 1975 óta kötelező a bidé használata, Angliában például ezt nem találjuk meg a fürdőszobákban. Cloakroom, toilet, water closet. Cloakroom, toilet, water closet, azaz magyarul WC, angolul erre több szó is létezik, és természetesen ma már minden lakásban megtalálható, nem úgy, mint 50 évvel ezelőtt, amikor sokszor az udvarra kellett kimenni, ha hívott a természet. Hall. Hall. Azt gondolnánk, hogy ez a magyar hall szónak felel meg, azonban nem igaz, inkább az előszobára vonatkozik, tehát arra a helységre, ahova a bejárati ajtón keresztül bejutunk a lakásba. Landing. Landing. Landingnek hívják a lakáson vagy házon belül található lépcsőnek a fenti részét, amely egy mini hallhoz hasonlít. Lounge, living room. Lounge vagy living room. Mind a kettő azt jelenti, hogy nappali, sőt olykor szokták sitting roomnak is nevezni. Dining room. Dining room, azaz étkező. Sok lakásban a konyhában van kialakítva az étkező sarok, azonban ahol van erre külön helység, ott dining roomnak hívják. Bedrooms. Bedrooms, azaz hálószobák. Megtévesztő lehet, hogy az angol nyelvű apró hirdetésekben, amikor mondjuk lakást keresünk, általában csak a hálószobák számát szokták feltüntetni, tehát ha azt látjuk egy hirdetésben, hogy two bedroom apartment, akkor az azt jelenti, hogy két hálószobás lakás, de ilyenkor nem számolják bele a nappalit, vagy mondjuk az ebédlőt, ezeket külön szokták kiemelni a szövegben. Tehát nagyon fontos, hogyha egy hirdetésben azt látjuk, hogy two vagy three bedroom apartment, akkor az csak a hálószobák számára vonatkozik. Attic, loft conversion. Attic, loft. Mind a két szó azt jelenti, hogy padlás, nem összekeverendő a pince, azaz a cellar szóval. Cellar. Cellar, azaz pince, ne keverd össze a padlás, azaz az attic szóval. Pincére még szokták használni a basement kifejezést is. Remélem, te is megtanultál néhány hasznos kifejezést ebből a leckéből. Találkozunk legközelebb is. See you soon!